Nagyon megy egyelőre a férfi kézzelabda NBA egy újoncának, a Budakalász 50%-os teljesítménnyel 5. helyen áll a mezőnyben. Céljuk a gondmentes bentmaradás, soraikba igazolt a 25 gólnál tartó Bohács Sándor vezető edzők Horváth Attila is a nyáron érkezett. Hát ők ketten most a Budakalászi csodáról. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Urak, hát hogy csodáról van szó egyébként? Mondhatni, hogy csodának is lehet nevezni de sokat dolgoztunk nyáron, én úgy gondolom, elvárt eredmény ez a mostani állás szerint. A hazaiakat hoztuk a megbeszéltek alapján, és egy nem várt olyan két pontot hoztunk Vácon, ami ami tényleg egy meglepetés volt, amit én már orosházán vártam volna. Uh -huh. És úgy gondolom, hogy itt a csapat meg én is át tudtuk ezt érezni, hogy ott elveszítettünk egy vagy két pontot, és ott túl tudtunk lendülni azon, hogy idegenbe is olyasmi játékot tudjunk hozni, amit otthon uh -huh. elvárható. Tehát akkor azt mondod, hogy te oda a nyáron, belecsöppentél egy helyzetbe, vagy mindjárt beszélünk erről, hogy azért belecsöppentél, de azt mondtad a felkészülés végére, hogy valami ilyen kezdésre, ilyen szereplésre számítasz az élvonalban. Mondhatni, hogy igen, de mivel, hogy Veszprém ellen az ötödik percben Nagy Bence megsérült, itt mondhatni, hogy szerencse és ez a nyolc pont nem várt eredmény volt így a Bence nélkül de hál' Isten a csapat a Bencét tudta helyettesíteni, így átvettük, mint csapat szinten a Bence pótlását, <laughs> és összeálltunk így a Bence nélkül is, és mondhatni, hogy ez tényleg egy nem várt 8 pont. Na most azt nézzük meg, Sanyi, hogy ti lehet, hogy számítottatok rá, de vajon mások számítottak erre, Tehát megleptétek-e a mezőnyt, hogy látod? Én úgy gondolom, hogy igen, megleptük, hiszen egy feljutó csapatnak az elsődleges célja ugye, hogy bemaradjon a következő évben is. Mi hát mondhatni, hogy sokkal jobban áll a szekerünk, ötödik helyen vagyunk, viszont ez csalóka, hiszen nagyon-nagyon szoros a mezőny, hiszen az ötödik helyzet csapatunk között és a tizen nem tudom egyik helyzet csapat között nagyon-nagyon kevés pont van. Szóval egy nagyon-nagyon erős mezőnyről beszélünk. Öh, hát ez a váci győzelem, ez nagyon-nagyon sokat segített a csapaton. Szokták mondani, hogy idegenbeli győzelem az dupláni számít, hiszen nem csak, hogy egy több helyet ugrottunk a tabellán, hanem úgymond lelkileg is. Világos, az idegenbeli győzelem képességének Igen, az érzése minden. az fontos. Na most egyébként te miért választottad a Budakalászt? Nyilván a, a, a horgászat lehetőségének közelségén túl. Igen, egyrészt mondhat, én nagyon-nagyon szeretek horgászni, de nem, viccet félretéve. Fiatal játékos vagyok, vannak konkrét céljaim, és úgy érzem, hogy, hát mondjam, hogy azt a helyet választottam, ahol a legtöbbet tudok játszani. Játszani, Mert nekem erre van a legjobb uh -huh, szükségem, uh -huh. így van. Attila, az most kimondható már, hogy ez a keret meg fogja állni és megállja a helyét az NBA-ben? Hát most pillanatnyilag úgy néz ki, de ahogy mondta a Sanyi is, hogy nagyon szoros a bajnokság, akár ha nem nyertünk volna Vácán, akkor lejjebb is lehetnénk jóval. Hosszú még a bajnokság, akár sérülés is bejöhet, betegség pillanatnyi formai állapoton is függ ez, hogy mi hogy fogunk végezni. Ez egy biztató jel. Jó úton haladunk, a kitűzött cél előrébb van, mint terveztük. Ha is, ha ezt végig tudjuk vinni, és a csapat hozzáállása nem változik, akkor én úgy gondolom, hogy sima lesz a bemaradás, uh -huh. de ez hosszú még. Na most te, amikor érkeztél utána, azt mondtad, hogy az igazolásokban nem tudtál beleszólni, és említetted, hogy te más játékosokat is hoztál volna. Te még hogy a karakterében hogy erősítetted volna meg, vagy hogy raktad volna össze a csapatot, ha minden rajtad múlik, ha időben úgy álltok? Hát, mikor idejöttünk, idejöttem, és tíz játok is igazoltunk, itt nem volt benne balkezes jobbátlövő. Uh -huh. az egy nagyon nagy hiányposztunk volt, és az, ha csak jobbkezes jobbátlövőnk van, a játék stílusa is megváltozik. Így most az Alex jött hozzánk, a Szemikov régóta Magyarországon van, őt tudtuk idehozni, így most a játékunk képe is megváltozott, így most egy kicsit szerkezetileg is jobb lett a csapat. Van a bal lövőnk, ahol túlsúlyba vagyunk lövőposzton, minőségileg nincs különbség a három között, itt a pillanatnyi forma dönt. Irányítóba is a Bence kiesésével így kellett még igazolnunk a halászmátét, de végül összeállt. Egymás segítve csapatszinten össze tudtunk állni mindenki be tudott úgy állni a sorba, hogy azt a kicsit hozzá tudja rakni a győzelmekhez, úgyhogy jó, jó úton halad így csapat szinten, meglátjuk, hogy mire lesz elég ez. Már itt többször említetted az irányító nagybenszét sérülés kapcsán, őt te egy kivételes tehetségnek mondtad, mire viheti? Én úgy gondolom, hogy elég alázat van benne, és itt sérülésre láttam is, hogy kezd felépülni nyughatatlan, benne van egy olyan, Kivételes tehetség itt a csapaton belül, meg még egy-két emberem, hogy ő viheti, ha megmarad ez az alázat benne. Én úgy gondolom, megvan az a kis renitens, az a életében a játékba is, hogy ez kell a kézilabdába. Egy olyan kivételes képesség, ami kicsit úgy kezelhetetlen. Jó, tehát a magyarán mondva kell ez a fajta vagányság kell. Ö, igen, uh -huh. minden, mint minden sporthoz, uh -huh. a kézilabdához meg főleg. Uh -huh. Szóval ő, őt egy külön kraszt, hogy kezeljük, de de jó, beállt a sorba, csinálja, ráépítettük az egész felkészülést, és nagyon korán kivált, így egy kicsit ugye szomorodtunk, de de most várjuk már, hogy visszatérjen. Hát hát, ez egy újabb potenciál lesz Ez egy olyan, mint egy új igazolás uh -huh. tulajdonképpen, a Bence megint át kell alakítani rá a játékstruktúrát, és szerintem előrébb fogunk jóval kerülni vele, bízok benne. Na most, Sanyi, ugye gondolom, hogy a Veszprém meg a Szeged ellen nem terveztetek előzetesen fölényes győzelmeket, de rajtuk kívül hogy álltok hozzá? Van-e számotokra úgynevezett legyőzhetetlen csapat az a vonalban? Nem, abszolút nem gondolom úgy, hogy van legyőzhetetlen. Mint mondtam, ugye nagyon-nagyon sűrű a mezőny, és úgy gondolom, hogy nincsen a Veszprém, illetve a Szeged után olyan nagyon kimagasló csapat, akit ne lehet leverni. Itt minden egyes mérkőzésen vért kell izzadni azért, hogy el tudják hozni a csapatok a pontot, illetve pontokat, hát mi is éppen ezen leszünk majd a következő időszakban. Attila, edzői szempontból ebben a mostani feladatban, ebben a kispadban mit tartasz a legizgalmasabbnak? Minden kispadban kihívást. Itt az az elsőleges cél, hogy be tudjam tartani a csapatot, és minél előrébb lépjünk. Az izgalom az, hogy Tulajdonképpen minden nap egy kihívás, és minden nap hozzá tudjam rakni azt a csapathoz, hogy előrébb-előrébb jussunk. Itt még az, hogy egy nagyon jó összetételű kis csapat. Megvan a idősebb játékosoknak az aránya és a fiataloknak az aránya, és ezt, hogy összetudjam úgy hozni, hogy egy egészséges kis csapatszellem kialakuljon de úgy érzem, hogy az elétől kezdve megvan, egy, mondhatni egy ilyen baráti társaság. Azt tudni kell, hogy régóta együtt játszanak a fiatalok a plerbe, válogatottba együtt viszik egymást, úgyhogy ez egy kicsit könnyebb volt. Itt az idősebb és a fiatal játékosoknak az összehozása volt nehezebb, de első persze mostanáig ez, ez működik, és talán ez viszi előrébb a csapatot, mert itt Vác ellen is túl tudtunk lendülni a holdponton, és itt egy nagyon jó kis csapat egység volt, és akartuk ezt a győzelmet. Uh -huh. Sanyi, arra látsz lehetőséget, hogy akár említett Nagy Bencével együtt felfigyeljen rád majd valamikor nem olyan nagyon távol a válogatott szövetség kapitánya, tehát hogy a budakalászból jelenlegi státusában van esélybe kerülni a válogatottba, az A válogatottra gondolok, ugye van B válogatott irányítótok. Hát úgy gondolom, hogy ezek még azért messze távú célok. Én nem szeretek ennyire előre tervezni. Mindenki a csapattagjai közül csinálja a kis dolgát, aztán ez majd később az eredmények alapján majd magától. Ha végig gondoljuk, hogy mondjuk ez a csapat úgy maradna bent, hogy te azt mondtad, hogy hogy a stabil középmenő 7 10 hely az nagyon jó eredmény, de, de, mondjuk, hogyha még egy picit bátra vagyok, nem 6 helyet mondok, azért az egy nagyon komoly szakmai referencia lenne számodra, nem? Igen, de szerintem a bemaradás is. Egy újonc csapattal feljutó csapat, egy erős bemaradás is egy jó referencia. Ha előrébb végzünk, az megy még jobb, de ahogyan Sanyi említette, nagyon szoros a bajnokság. És nagyon erős ez a utolsó, mondhatni 12 csapat, még ott a csurgót, füredet előrébb sorolnám, de a többi az nagyon egy húron pendül, nagyon nehéz lesz ez a bajnokság. Még mindig azt mondom, hogy ez egy meglepetés, hogy ötödik helyen vagyunk. Szeretnénk ott maradni. Vannak olyan meccsek, amit én legalábbis beterveztem, hogy idegenbe is be kell húznunk. Bizok a csapatba, de úgy gondolom ez a váci siker a csapatba is átlendült, hogy, hogy tudunk nyerni, tudjuk azt játszani, játszani ezt a kézilabdát, amit szeretnék, hogy ne stressz legyen a kézilabda. Mi elvégezzük a héten azt a munkát, elég stresszesen, meg munkásan. Szóval hogy, az ez is legyen ünnep. a stresszes, aztán derül legyen a játéknak. Valahogy így képzelném, hogy egy ünnep legyen az a hétvége, hogy örüljünk neki, hogy azt a munkát fejtsük ki hétvégén, vigyorogva, könnyedén. Próbálom ezt átadni nekik, hogy én is játékos koromban ezt csináltam, jó úton haladunk. Bizok benne, hogy megértik ezt a Uraim, dolgot. Uraim, hát akkor minél több piros betűs hétvégét. Köszönöm szépen, hogy itt benne, és köszönjük. Köszönjük szépen.